Megújult a 441-es főút Nagykörös és Kecskemét között. Az átadó ünnepségen pedig a minisztérium illetékese beszélt a Cegléd-Nagykörös közötti út jövőbeli felújításáról is. Hamarosan jönnek a részletek, előtte azonban mutatjuk a többi hírünket egy-egy mondatban. Építkezés miatt lezárnak egy útszakaszt a termálfürdő téli bejáratánál. Népdaléneklési versenyt tartottak a Táncsics Mihály általános iskolában. És ismét lengett az inga, a föld forgását bizonyították be a református nagy templomban. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a Városi Televízió csütörtöki híradójában. Átadták a 441-es számú főút Nagykörös és Kecskemét között megújult szakaszát. 7 kilométeren megerősítették a burkolatot, 3 kilométeren pedig kétszer két sávos utat alakítottak ki, de körforgalmak, jelzőlámpás csomópontok, kerékpárút és buszöblök is épültek. Az átadó ünnepségen az Építési és Közlekedési Minisztérium főosztályvezetője elmondta, a kormány következő beruházásai között szerepel majd a Cegléd és Nagykörös közötti út felújítása és a két várost elkerülő út megépítése. 2,5 éve ilyen volt az út Nagykörös és Kecskemét között, felgyűrődések és rengeteg kátyú nehezítette a közlekedést. Most pedig így néz ki, már nyoma sincs a régi áldatlan állapotnak, az autósok kiváló minőségű, sima úton haladhatnak. A két város között összesen 10 kilométeren újult meg a 441-es főút, kizárólag hazai forrásból. A 9,3 milliárd forintos beruházás részleteiről az Építési és Közlekedési Minisztérium főosztályvezetője beszélt az átadó ünnepségen. 7 kilométeren a burkolat erősítését végeztük el, 3 kilométeren pedig kétszer két sávos fejlesztést hajtottunk végre. Itt mellettünk látható ez a szakasz, itt Kecskeméthez tartozó városrészen. Több csomópontot újítottunk meg, összesen 3 körforgalmú csomópont jött létre, amiből az egyik egy turbókörforgalom itt Kecskeméten Katolateleknél, amely a projekt végcsomópontját jelenti. Gyalogos átkelőhelyet is létesítettünk a meglévőkhöz képest. Új gyalogos átkelőhelyet, jelzőlámpás csomópontokat alakítottunk ki. A közlekedés biztonság segítéséért új kerékpárutat építettek, és szervizutakat biztosítottak az itt működő vállalkozások megközelítéséért. Az út mellett pedig hamarosan elvégzik a növények telepítését. A fejlesztés erősíti a gazdaságot, és természetesen a térségben élők életét is kényelmesebbé teszi. Erről beszélt köszöntőjében Földi László. Az országgyűlési képviselő elmondta, a nagykörösieknek és ceglédieknek is fontos ez a fejlesztés. Számukra is örömteli hír, hogy megújult az útszakasz. Nagyon sok ember jár dolgozni gépkocsival, például a Mercedesbe. Nagykörösről, Ceglédről, de Csemőből, Szolnok irányából is jönnek emberek. Ugyanezt elmondhatom az iskoláztatással kapcsolatban. Nagyon sok fiatal gyerek jár középiskolában Nagykörösről Kecskemétre, Ceglédről Kecskemétre, Ceglédről Nagykörösre, és lehetne sorolni ezt a sort. Az átadó ünnepségen szóba kerültek a jövő útfejlesztései is. Ezzel kapcsolatban Juhász Zoltán kiemelte a Ceglédet közvetlenül érintő 441-es út felújításának folytatását. Meg kell említenem a 441-es Nagykörök és Cegléd között zajló tervezési munkáját is, amelyben a két település között a burkolat megerősítése a célunk, de a két település, a két város Nagykörös és Kecskemét elkerülő útját is tartalmazza ez a tervezési munka, amiben a 25-ös évvel a tervezés terén egy szintén jelentős eredményeket szeretnénk elérni, felmutatni. A Kecskemét és Nagykörös közötti út felújításának köszönhetően mostantól ismét 90 km/órás sebességgel lehet haladni. Az M44-es út pedig, amely Nagykörös-t közvetlenül kapcsolja majd be a gyorsforgalmi úthálózatba, jövő év elejére készül el. Hamarosan kezdődik a termálfürdő gyógyászati részlegének bővítése. A munkák ideje alatt pedig a téli bejárat melletti terület egy részét elzárták a forgalomtól, és néhány parkolót is érint a korlátozás néhány hónapig.
Az építkezés ideje alatt türelmet és megértést kérnek a vendégektől. A fürdő zavartalanul üzemel és fogadja a fürdőzni, gyógyulni vágyókat. Felállították a mobil kerítéseket a termálfürdő téli bejárata mellett. Egy kis szakaszt el kell zárni a forgalom elől, mert hamarosan kezdődik a gyógyászati részleg bővítése, és szükség van a területre a munkákhoz. Jól látszik a területen, hogy egy minimálisan az úttestbe is belelógunk, tehát itt mindenkitől ezúton is szeretnénk elnézést és türelmet kérni, valamint aki teheti és ténylegesen csak ilyen menekülő útvonalként használja a fürdőutat, az így a 8-tól 4-ig tartó időszakban jobban jár, hogyha elkerüli ezt az útvonalat, mert ténylegesen a munkagépek is meg fognak jelenni, amik azért így keresztbe irányulni és le fogják időszakosan zárni az utat. Az út másik oldalán, ahol korábban a vágta került megrendezése, az lesz a vállalkozónak a felvonulási területre, tehát ott fogja az építési anyagokat depózni. Hamarosan megérkeznek a munkagépek, és ténylegesen is elkezdődik az építkezés, ami majd a kerítés elbontásával indul. Hogy a fürdő vendégei a beruházás idején a lehető legbiztonságosabban és legkönnyebben meg tudják közelíteni a bejáratot, néhány parkolót megszüntetnek, mondta Szűcs Ádám. A közlekedés zavartalan bonyolítása érdekében lezártunk megközelítőleg 10 parkolóhelyet, ezzel is próbáljuk az úttestet szélesíteni. A közeljövőben még ezen a szakaszon meg fogjuk szüntetni a kerékpártárolókat is, hogy minden baleseti forrást ki tudjunk zárni. Valamint ami még nagyon fontos, ugye, hogy ez időszakra a lezárt parkolóba kerül áthelyezésre a gyalogos forgalom, és akkor ilyen kis kerülővel lehet majd megközelíteni a fürdőt. A fürdő nyitvatartását nem érinti az építkezés. A tervek szerint a munkák teljes ideje alatt üzemel majd a létesítmény, és fogadja a vendégeket. Az új gyógyászati részleg a tervek szerint alig több mint egy év múlva, 2025 év végére készül el. Népdaléneklési versenyre várták a felső tagozatos diákokat a Táncsics Mihály Általános Iskolában. A Kodály Zoltánról elnevezett megmérettetést 17. alkalommal szervezték meg, és idén is sok tanuló készült, hogy megmutassa hangját, tehetségét. A zsűri által legjobbnak ítélt diákok bejutottak a vármegyei döntőbe. Közös énekléssel kezdődött a népdaléneklési verseny a Táncsics Mihály Általános Iskolában. 17. éve minden esztendőben megszervezik a Kodály Zoltán nevével fémjelzett megmérettetést, melynek kezdetén az igazgató Limóci Gábor köszöntötte és biztatta a diákokat. Igaz, hogy ez egy verseny, de szerintem akik eljutottak idáig, azok már nagyon szépen énekelnek, úgyhogy ők már biztos nyertesek. Úgyhogy sok sikert kívánok a versenyhez, és csak azt tudom mondani, hogy hajrá! Azt üzente, elfogyott a regimentje. A gyerekek heteken át készültek a versenyre, sokan még szabad idejükben is gyakoroltak, hogy a lehető legjobb produkcióval állhassanak a háromtagú zsűri elé. Egy duóval készülök, egyik osztálytársammal és egy négyes csoportban is megyek, indulok. A duóba Ványi Milánnal indulok, akivel három csakrot mondunk, a kiszáradtatóból, a fekete gyűrű sátor és a szólafügemadár. Volt, aki egyedül, míg más diáktársaival együtt adta elő a választott népdalt. Ha a Dunádba nem fújna, olyan hideg sem volna, Dunába fúj a szél. Kettő korcsoportban indulhattak a tanulók, és három kategóriában, 5., 6. és 7., 8. korcsoportban a szóló kisegyüttes és énekegyüttes kategóriában. Szól a legének! A Táncsics iskolában több évtizedes hagyománya van az énekoktatásnak. Megszámlálhatatlanul sok versenyen értek el a diákok dobogós helyezést. A pedagógusok azt mondják, a népzene, a népdal nem megy ki a divatból, sőt, a diákok tovább viszik ezt a nemzeti kincsünket. Azt tapasztaljuk, hogy már óvodából úgy jönnek a gyerekek, hogy ismerik a gyermekjátékokat, tudják alkalmazni, színes a repertoárjuk. Itt tovább visszük nem csak zenetagozaton, de főként a zenetagozaton a gyermekjátékokat, és mire felsőbe érnek, olyan repertoár dalanyag van a kezükben, amelyet szívesen énekelnek, és gyakorlatilag nem szakad meg ez a folyamat. Jaj, de szépen harap.
hozzák. A versenyen a zsűri bronz, ezüst, arany és kiemelt arany minősítésre jutalmazta a versenyzőket. A legjobbak pedig részt vehetnek a Tiszán innen Dunántúl Pest vármegyei népdaléneklési versenyen, amit ugyancsak a Táncsics iskolában tartanak majd. A végcél pedig az, hogy a diákjaik a legjobbak között az országos megmérettetésen is részt vehessenek. Én is megcsókollak tégedet azután. Elkezdődtek a karácsony előtti akciók az online térben. Egyre több webáruház kínál kedvező áron ajándékokat. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy legyünk körültekintőek a vásárlásnál. Legyen például gyanús, ha egy termék túl olcsó, és nem lehet elégszer figyelmeztetni arra sem, hogy ne adjuk meg a bankkártya adatainkat, hiszen évről évre sok a csaló, főként az ünnep előtti hetekben. Alig több mint egy hónap van karácsonyig. Az év legszebb ünnepe előtt most is rengeteg akcióval készülnek az üzletek és a webáruházak. Természetesen érdemes lecsapni ezekre az ajándéktárgyakra, de nem szabad megspórolni azt, hogy utána nézzünk, mennyire megbízható a hely, ahonnan vásárolunk. Sajnos az a tapasztalat, hogy minden karácsony előtt sok a csaló cég és a magánszemély is, aki vagy silány minőségű árut küld, vagy előre kéri a pénzt, és cserébe nem kap semmit a vevő. A rendőrség mindenkit óvatosságra int. Mindenféleképpen javasoljuk az utánvétes vásárlást, tehát ne előre utalják át az összegeket, és az, hogy ellenőrzék az oldalakat, ahonnan vásárolnak. Nagyon sokan magánszemélytől vesznek, azt is lehet ellenőrizni, hogy magánszemélyek kapcsolatban milyen esetleges panaszok érkeztek már, vagy milyen a hozzászólásoknak a tartalma. De az online áruházakat is lehet nyugodtan ellenőrizni, utána tudnak nézni, ott is vannak hozzászólások, és ha van több negatív információ, akkor nem szabad rizikózni, még akkor sem olcsó a termék. A magyar rendőrség minden lehetséges fórumon felhívja a figyelmet, hogy ne adjuk meg illetékteleneknek banki adatainkat, mégis sokan áldozatul esnek, és ez különösen igaz a karácsony előtti időszakra. Az üzletekben is egyre nagyobb lesz a forgalom, a sok ember pedig alkalmat szül és tolvajt, ezért mostantól a szokásosnál is jobban kell figyelni a boltokban értékeinkre, tette hozzá Karas Csaba. A kosarban tartott táskákra gondolnék, nem szabad ott hagyni a táskát őrizetlenül. Látunk mi is olyat, hogy percig ott van a táska, nem néz rá a tulajdonosa. A táskában persze benne lehet a pénztárcája is. Azt kérek mindenkitől, hogy a pénztárcát józálható zsebbe, belső zsebbe rakják, és a legjobb, hogyha a táskát pedig maguknál tartják, és nem a kosárban hagyják, mert előbb-utóbb akkor azt el fogják lopni. Az online csalásokra visszatérve, világjelenség a kiberbűnözés. Magyarországon is egy év alatt megduplázódott a számuk, és sajnos az általuk ellopott pénz is. A magyar rendőrség speciális osztálya sok internetes bűnözőt elkapott, de mindig jönnek újabbak. Azért kell nekünk, vásárlóknak, nagyon óvatosnak lennünk. Több száz diák nézte végig ma délelőtt azt a látványos fizikai kísérletet, ami bebizonyítja, hogy forog a Föld. Ezúttal is a református nagy templomban mutatta be Kis Lajos és Kozma Attila a híressé vált Foucault Inga lengését. A kísérletet szombat délelőtt is meg lehet majd nézni. A francia fizikus Léon Foucault Inga kísérletét 2007-ben mutatta be először Türi László fizikatanár az érdeklődőknek. Azóta minden évben bizonyítják a Föld forgását. 2012-ben dr. Kégl Tibor az Óbudai Egyetem Bánki Donát gépész és biztonságtechnikai mérnöki kar docense segítségével teljesen megújult az Inga, és azóta is láthatja évről évre az érdeklődő közönség, továbbra is forog a Föld. Az Inga ma pedig újra elindult. Kozma Attila fizikatanár indította az Ingát, aki most is Kis Lajos mérnök tanárral együtt várta a diákokat, felnőtteket. Az első bábú hamarosan el is dőlt, de természetesen a kísérlet tovább folytatódott. Mindenki látta, hogy az Ingát tanárunk elindította. Mi beállítottuk úgy a bábúkat, hogy minél közebb legyenek az Inga lengési síkjához, és azt vártuk, hogy a golyó előbb-utóbb egyiket a másik után bábút elősse. Ez meg is történt, lehetett látni, majd mindjárt picibe is megmondom, hogy ez mi miatt történt, és most várunk egy néhány perc, egy olyan bő 5 perc, ameddig a következő két bábú fog eldőlni. Ez pedig hamarosan meg is történt.
A kísérletet Léon Foucault fejlesztette ki tehát Párizsban, a Pantheonban egy ingát lengetett, melynek a lengési síkja állandó, és ahogy a föld fordul alatta, úgy különböző robátkákat vájt a homokba. A ceglédi kísérlet során az egymás mellett álló bábukkal tették láthatóvá, hogy a föld forgásának köszönhetően hogyan dönti el azokat az inga. Így néz ki gyorsítva a bizonyítás egy része. A kísérlet lényegét most is diákok segítségével ismertették, magáról az ingáról pedig Kozma Attila beszélt a most is népes közönségnek. Ha valaki ma lemaradt a bemutatóról, de érdekli, hogyan bizonyítják be újra és újra, hogy forog a föld, szombaton is lehetőség lesz megtekinteni a különleges kísérletet ugyanitt a református nagy templomban délelőtt 10 és 11 óra között. Ezzel a tudósítással köszönöm meg mai figyelmüket. A most következő háttérben a 100 éves városi könyvtárról hallhatnak visszaemlékező gondolatokat. Friss hírekkel pedig legközelebb majd holnap este a szokott időben 6 órakor számítunk Önökre. Tartsanak velünk akkor is. Nagyon szép estét kívánok, viszontlátásra!